Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik meg. Ezért kiemelten fontos a megfelelő szigetelés és a megújuló energiaforrások használata. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal épületei között jelentős mennyiségű olyan ingatlan van, amelyek energetikai fejlesztése indokolttá vált. Ilyenek voltak a Nyírbátori járási hivatal foglalkoztatási, illetve földhivatali osztályának épületei is, melyekben számos felújítást végeztek az energiahatékonyság javítása érdekében, összesen 75 millió forint értékben. A két közintézményben nyílászárókat cseréltek, megtörtént a külső hőszigetelés, kondenzációs kazánokat építettek be, valamint napelemes rendszert alakítottak ki. Így a két ingatlan energiaigénye közel nullára csökkent. A felújított épületeket most adták át. De a kormányhivatal ingatlanjai közül nem csupán ebben a kettőben zajlottak épületenergetikai fejlesztések. Energiahatékonysági beruházás összesen 21 helyen folyt és folyik a megyei kormányhivatal fenntartásában működő épületekben, járáshivatalokban, megyei kormányhivatali épületekben. Ez 1,7 milliárd forint összértékben folynak ezek a beruházások, és azt gondolom, ez egy olyan volumenű projekt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egésze számára is egy nagyon komoly volumenű fejlesztést jelent. Úgy fogalmaztam az átadó ünnepségen, hogy korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is járt a pénz, ma már jut is fejlesztésekre. A felújítások azonban nem csupán az energiafelhasználás szempontjából lényegesek. A kormány számára kiemelten fontos a hatékony ügyintézés. A mostani fejlesztések ezt a célt is szolgálják. A nemzeti összetartozás kormánya különösképpen figyel arra, hogy a polgárok kiszolgálása a kormányablakokban, kormányhivatalokban, járáshivatalokban maximális szinten legyen. Ezt ugye 2011-től megtapasztalhattuk, és azóta több kormányablak nyílt a térségünkben, ugye Máriapócson, Nyírbátorban, Balkányban, Újfehértón, Nagykálóban, és itt a nyírbátori kormányablak átadásánál láthattuk, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogyha a legmodernebb technikát vetik be, ahhoz, hogy az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb szinten valósuljon meg. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálása érdekében pedig további fejlesztések is megvalósulnak a térségben. Jövő héten Nyírlugoson nyílik kormányablak, 2018-ban pedig Nyírbátorban költözik megújult épületbe a járási hivatal.